Ebben a kísérletben az enzim működés pH optimumát szeretném bemutatni. A vizsgált enzim, amivel dolgoznék, ez a gyomorfehérje bontó enzime, a pepsin. Az optimális pH igénye 1-2 pH. Ennek az optimális pH igénynek megfelelő sósavoldat a második üvegben található. Ehhez képest jóval töményebb, egy 3 tömegszázalékos sósavoldattal fogok indítani, és ezt fogom az első kémcsőbe tölteni. Tehát ez egy viszonylag tömény, töményebb, mint amit az enzim szeret, ez a sósavoldat, amit beletöltök. A második kémcsőbe az 1-2 pH optimumnak megfelelő sósavoldatból fogok tölteni. Igyekszem közel egyforma mennyiségeket bele varázsolni a kémcsövekbe, és a harmadik kémcsőbe nátriumkarbonát oldatot fogok tenni. Ez a nátriumkarbonát oldat szódaoldat, lúgos kémhatást fog biztosítani, és meglátjuk, hogy hogyan viseli mindezt a pepsin, mint fehérje bontó enzim. Mindhárom kémcsőbe olyan 1-1 ml-nyi 1 tömeg százalékos pepsin oldatot fogok elhelyezni, és körülbelül egyformák a mennyisége, és mindegyik kémcsőbe kis tojásfehérje darabot fogok helyezni, csipesszel próbálom bele varázsolni, és már sikerült is, nem olyan könnyű, ez így jobban sikerült. Van, amikor ugyanis feltapad a kémcső falára, és hiába próbálunk varázsolni, vagy a csipesz falára, mint most. Na, mindegyik benne van. Tehát az első kémcsövemben egy 3 tömegszázalékos oldat van, a második kémcsövemben egy 1-2 pH-jú sósabb oldat van, a harmadik kémcsövemben szintén 3 tömegszázalékos, de nátriumkarbonát lúgos kémhatású oldat van. Ezt a három kémcsövet az emberi szervezet hőmérsékletének megfelelő 37 Celsius fokos vízfürdőbe helyezem, és a várakozási időm megint 1 óra. Természetesen elő volt készítve ugyanilyen feltételek mellett ez a kísérlet már, és szeretném elővenni az előkészített kísérletemet. Az első kémcsőben én innen közelről látom, hogy az oldat felszínén úszik a tojásfehérje, nem történt semmi változás, ez egy jóval töményebb kémhatású sósavoldat, mint ami számára optimális, tehát ebben az enzim nem működött. A második kémcsőbe helyeztem azt az oldatot, ami a gyomor nedv összetételének megfelelő sósavkoncentrációt biztosítja. Akármerről forgatom, akármerről nézem, sem felül, sem alul nem látható benne fehérje, tehát ezzel igazoltuk, hogy ez az az 1-2 pH, amiben nagyon szépen működik a pepsin. És a harmadik kémcsőbe pedig ugye lúgos kémhatású nátriumkarbonát oldatot tettem, a kémcső alján nagyon szépen látszik a tojásfehérje darab, hiába vártuk ki a várakozási időt, a közel 1 órát, nem történt vele semmi. Tehát a kísérlet egyértelműen igazolja, hogy az enzim működésnek optimális pH igénye van, és ez az optimális pH igény a pepsinnél az 1-2 pH.